Több kategóriában is van lehetősége, de a rangot adó címre ajánlásokat tenni, mondta Csetonyi László. Ennek megfelelően a Szekszárdi Értéktár Bizottság is a legutóbbi döntéseiben ezt az elvet követte. És úgy döntött a testület, hogy fölveszi Csuhay Tünde tojásdíszítő iparművészeti munkásságát kulturális örökség kategóriában a Szekszárdi Települési Értéktárban, és nem csak fölveszi, hanem egyben javasolja az érték Tolna megyei értéktárba történő fölvételét, mert hogy azt gondoljuk, hogy ez egy igazi Szekszárdi és Tolna megyei kincs és érték, amelyet érdemes mindenkinek megismerni. Ezen kívül pedig a bizottság fölvette Kispál István írói és filmes munkásságának Szekszárd irodalmi és borkulturális hagyományokat őrző, örökítő, gyarapító részét, szintén kulturális örökség kategóriában a Szekszárdi Települési Értéktárban, és Csuhay Tündéhez hasonlóan úgy döntött a bizottság, hogy itt is fölterjesztjük, és szeretnénk, hogyha bekerülne a Tolna megyei értéktárba. Sokan szerették a sötétvölgyi parkerdőt, ezért hát a természeti környezet kategóriában helyet kapott a város értékei között. Mint ahogy a Csapó Dániel középiskola parkja is ebben a kategóriába kapott besorolást. Valamint egy érdekességet, vagy talán a szekszárdiak által kevésbé ismert helyi értéket, a keleti ajtós csigát természeti környezet kategóriában. Sokan vagy többen kérdezték tőlem egyébként a közösségi portálon is, hogy mit kell tudni erről az élőlényről. Azt kell róla tudni, hogy Európában, Magyarországon kettő vagy három helyen található meg csupán, és az egyik az a sötétvölgyi parkerdő egyébként, és jelentős értéke van ennek az élőlénynek. A bizottság döntése értelmében Sipos Márton úszó munkássága a sport kategóriába került a város értékeit összegyűjtő listába. Szeretnénk, hogyha újból jelenléti formában tudna az értéktár bizottság működni, mert azt tudni kell, hogy egy évvel ezelőtt éppen én elnökként kezdeményeztem azt, hogy bővítsük azoknak a helyi civil szervezeteknek, vagy szakmai szervezeteknek, iskoláknak a körét, akik részt tudnak venni, akár külsősként, vagy tanácsadóként a Szekszárdi Értéktár Bizottság munkájában. Éppen ezért szeretnénk, hogyha a honismerettel foglalkozó egyesület akár csatlakozna, ezt már deklaráltuk is egyébként az alapító irataimban, vagy például a PTL-KPVK-ról is szívesen várjuk azoknak a tanácsát és a közreműködését, akiknek a segítségével gyarapítani tudjuk az értékeinket.